Az önkormányzati választásokon ismét bizalmat kapott a szavazóktól. Folytatódhat az eddig elkezdett munka. Mik a legfontosabb tervek? Mint amit a programunkban is meghatároztunk, főleg ezeket a feladatokat szeretnénk megvalósítani. Vannak nagyon komoly terveink is, gyakorlatilag a falu szebbé tétele, csinosítása terén, de most legelső feladatunk lesz az új orvosi rendelő építése, amire már van egy nyertes pályázatunk, sőt, hamarosan indul a közbeszerzési eljárás is. Véleményünk szerint márciusban kezdődik az építkezés. Ez egy vadonatúj orvosi rendelő berendezésekkel együtt, ez 36 milliós beruházás lesz. Ez lesz a legelső. De van egy másik eléggé komoly pályázatunk is, ez a diversifikációs pályázat, ez a cukorgyáras pályázati, úgy hívjuk mi itt egymás között. Ennek keretében is jó esélyeink vannak, hogy nyerjen ez a pályázat, ez egy 26 millió forintos pályázat. Ennek keretében két kis játszótér, a faluközpontban egy komoly parkoló rész kialakítása és egy jelentős területen parkosítás szobortalpazattal ezt szeretnénk megvalósítani. Hát az év első felére gondolom ez bőségesen elegendő lesz. De vannak további terveink is, az iskolán külső felújítása már nagyon indokolt, sőt, ennek a külső kerítése, ez gyakorlatilag már egyes helyeken balesetveszélyes, ez ügyben is mindenképpen lépnünk kell. Utak, járdák, ugye ez megszokott önkormányzati feladat, etéren is vannak még terveink, sőt kell is, hogy lépjünk ebben. De további terveink között mégis az a fontos, hogy a falu arculatának a javításán dolgozunk. Programjában szerepel a térfigyelő rendszer kiépítése is. Történtek már erre próbálkozások az elmúlt évben, ezt kistérségi szinten szerettük volna megoldani, de gyakorlatilag nem volt olyan pályázati lehetőség, amiben ezt így komplex a települések együtt meg tudták volna oldani. Reméljük, ha megnyílik ilyen pályázati lehetőség, akkor ebben is lépni fogunk. Nagyon fontos feladatnak tartjuk ezt. Egy megelőző szerepe lenne ebben a bűnözés terén, úgy tudjuk, hogy jó eredményeket értek el. Magyarul a megelőző munka mindennél fontosabb. A parlamentben már szó esett az árvízről, a herédi árvízről, hogy ezzel kapcsolatban, hogy hol tart jelenleg az ügy. Hát ennek nagyon örültünk, hogy Szabó Zsolt országgyűlési képviselő úr ebben egy interpellációt nyújtott be. Érdekes módon ezt soha nem tudtuk azelőtt elérni, előző 8 év alatt. Már addig eljutottunk, hogy egy ilyen gyors keretből 15 millió forintot már elkülönítettek arra, hogy a pataknak a növényzetét kitisztítsák, sőt a veszélyes területeken még gátemelésre is sor kerül. De a képviselő úrtól tudom, hogy van egy ettől még nagyobb rendű tervek vannak, ami az agyvát is érinti, és ennek keretében már a patak, és gondolom az agyva is mederkotrásra kerül sor. Ez lenne az igazi megoldás.